Most hozta az első igazi termését. Nagyszerű, muskotályos, gyönyörű sárga és nagyon finom ízű szőlő. Egy kicsit hezitálok, hogy most szedjem vagy várjak még vele, mert már nagyon finom, de van egy olyan érzésem, hogy a muskotályos zamata még erősödni fog, és még finomabb lesz ennél. Talán látható itt, hogy alatta a Monarch milyen zöld még. Ugye ez egy későbben érő fajta, és így jobban látni, hogy milyen szép sárga. Nem tudom, hogy mennyire látható, ez a fürt pontosan, vagy majdnem pontosan 70 dekagram, ez egy ideális méret árusítás szempontjában mindenféleképpen. Nagyon szép zöldes-sárga színűek a bogyói, de inkább sárgák, ami ugye nagyon tetszetőssé teszi. Legnagyobb bogyói elérhetik a 10 grammot. Valek, ami már ugye tavaly is nagyon szépen termett nekem, de idén még gyönyörűbb, és mivel nagyon finom és nagyon mutatós fajtáról van szó, ami még ellenálló is, őt mindenféleképpen tovább szaporítom. Ez a valek fajtám egyik tőkéje. Tavaly még egyet oltottam belőle, ez tavaly előtti oltás, és teljes termést hozott. Úgy tapasztaltam, hogy ő viszont nem érzékeny esőre, tehát nem szokott kirepegni a bogyója. Nagyon szép érett állapotban van, gyönyörű és nagyon finom szőlő. Készítettem is néhány csemetét, tehát gyökeresztettem néhány vesszőjét, és ősszel fogom őket helyükre ültetni. Szép sárga, hátránya, hogy kicsit tömöttek a fürtjei, és kötődés után, ha nagyon-nagyon tömöttnek találok egy fürtöt, akkor meg szoktam kicsit ritkítani. Tehát nem hagyok rajta annyi bogyót, mert akkor esetleg egymást nyomorítanák, és könnyebben meg is betegedne. Finom muskotályos, később lesz egy kis gyümölcsös körtés íze, ha elég sokáig tőkén tudom tartani. Ez az egyik legszebb fürt a tőkén, és érdekes módon ez a legérettebb is egyben. Talán köszönhetően annak, hogy egy nagyon erős vesszőn képződött ez a fürt, és a vékonyabb vesszőn kisebb és éretlenebb fürtök vannak. Bár itt van egy szép hosszú, ez a része pedig nagyon meg van terhelve, és ezért nyilván nem érik olyan ütemben. Hát óriási termést hagytam rajta, nem szoktam ezt, de ezt is ki kell próbálni, hogy mire képes, mert ez egy nagyon-nagyon vitális, nagyon erős növekedésű fajta. Ha nem terheljük, akkor irdatlan vastag vesszőket képes hozni, amik aztán ilyenek lehetnek, tehát ezt gyökeresztetésesen nem tudjuk használni. A fajta egyik értéke, hogy teljesen egyöntetűen rózsaszín lehet, talán itt látható. Óriási bogyói vannak a Dubovszkinak az idén is. Ez biztos nagy a pusztramnál. 23 gram. Hatalmas. Dubovszki rozódi. Szeptember végén ez az utolsó fürt. Van néhány sérült bogyó,
De aztán ennyi. Jelenleg a kertemben ez a legkiválóbb fajta, ez az Everest, már az elmúlt években is csúcstermést hozott, ezért jó néhány tőkét oltottam belőle. Szinte hibátlan az írtatlan esőzés ellenére. Nagyon tetszetős, óriási bogyói vannak, elérhetik, meghaladhatják a 20 grammot, ezt már tavaly is bebizonyította, és a fürtjei is lehetnek hatalmasak. A kiállításra vittem belőle, és 1 kg 40 dekás fürtje volt. A Dubovsky volt 1 kg 60. Hát eredményt ezekkel nem értem el. 2 kg alatt nem lehetett labdába rúgni. Viszont a bogyója, ugye a kiállításon 22 grammos volt. Jé, ez pontosan 20 gramm. Nagyon kemény, masszív bogyói vannak, nem reped, nem pereg, ízre kiváló, nagyszerű zamata van, nagyon szeretem én is, és a nejemnek is ez a kedvenc fajtája, tehát muskotája nincs, de rendkívül finom ízű szőlő. Azt hiszem, hogy ez a jelenlegi legnagyobb fürt, már jó néhányat leszedtem. A kiállítása egy 1 kg 40 dekás fürtöt vittem, és annak a 22 grammos bogyójával értem el a második helyezést a bogyóméret kategóriában. Ellenálló képessége is jó. Mint látható, a fürtkocsányt, a lisztharmat megtámadja ilyenkorra már, de a bogyókban nem tud kárt tenni. Ott nem tudnak a gombák megkapaszkodni, lepattognak róla. Ez egy nagyszerű fajta. Mindenkinek javaslom. Everest csúcsminőség. Ez a fajta engem minden évben ámulatba ejt tulajdonképpen. Ez a Julián. 5 éve megvan már. Ha kisebb fürtöket szabályozok vagy hagyok, akkor azok már július végén fogyaszthatóak. Nem kőkemény a bogyó, kissé ropog, héja elolvad, magját nem is érzem. Én a Juliánt egy nagyon-nagyon jó csemegeszőlő fajtának tartom, és ezt most már határozottan állítom, mivel jó néhány éve megvan nekem. Javaslom mindenkinek, próbálják ki. Nem annyira ritka már Magyarországon, szerintem a legtöbb gyűjtőnek megvan már ez a fajta. Egyik kedvenc fajtám mellett googolok, ez a Galahad. Már több videót készítettem róla, mert 2015 óta megvan ez a fajta. Nagyon-nagyon bőtermő. Napon érlelve szép, nagyon szép sárga színűre érik. Most még zöldes, de augusztus első felében ezek a fürtök tökéletesen érettek lesznek. Javaslom ezt a fajtát mindenkinek, mert egy nagyszerű, korai, finom, fehér csemegeszőlő fajta. Ez a fajta nem régen van a gyűjteményemben, talán 2 évvel ezelőtt oltottam. Ez a smaragd, óriási gömbölyű bogyókra képes, kissé muskotályos fajta. A fürtök nem hatalmasak, tehát inkább csak ilyen fél kilós formák maximum, nálam legalábbis, viszont a bogyók óriásiak. Szeptember második felében érik nálam a nizina. Jó néhány éve megvan már nekem ez a fajta, nagyon szeretem, mert ellenálló, esőtől nem reped, kedvező fürtszerkezetű, nagy fürtű, nagy bogyójú, több tőkém is van belőle, erről már jó néhányat leszedtem. Elérheti a kilogrammot, szép hamvas, sötét bordó bogyói vannak,
és évről évre hasonló termést hoz. Nem kőkemény, de nagyon jó kis húsos, édes, savas, mindenre megvan, nagyon jó fogyasztású fajta, a héja sem és a magja sem érezhető tulajdonképpen. A Mizina nálam évről évre nagyon jó teljesítés, ezt tudom, ezt a fajtát javasolni.